Nagy küzdelemre lehetett számítani a szomszédvárak rangadóján. Sok régi csapattárs csapott össze a továbbjutásért. A második percben Szabó Roland labdát szerez, Cibolya Simont indítja, a beadását Drusso nem éri el. Pruzsa passzát Drusso lövi mellé. A 14. percben boldogi szabadrúgást fejel keresztbe Horváth Krisztián. Cibolya ügyesen cselezi be magát a 16-oson belülre, Simon lövésébe Tóth lép bele. Karácsony szögletét Cibolya fejeli mellé. Szabó Roland jól indítja Simont, aki a rosszabbik lábával kapásból a kapus kezébe lő. Egy régi 60-i szöglet variációt mutattak be a boldogiak, a Hollauer lövése azonban elakad. Pruzsa szép csellel küldi el Nagy Szilárdot, majd visszagurít, Szabó Roland középre emel, ám a kapus jól jön ki. Pruzsa újra elküld egy védőt, majd középre emel. Drusso fejese alig száll fölé. A félidő végén Karácsony ívelését Gedei kiöklözi, Bárkányi rácsap és alig lő mellé. A második félidőben Drusso óriási helyzetbe kerül, de 16 méterről mellé lő. Szabó Roland remekül emel Cibolya elé, aki kapásból nem találja el a kaput. Pruzsa beadását Cibolya elől Simon fölé fejeli. A nagy nyomásnak meglett az eredménye. Pruzsa beadását Simon tolja sárközi elé, aki ballal pontosan kilövi a rövid sarkot. Ezzel a 74. percben megszerzi a vezetést 60. Két perc múlva Illés Bence védhetetlenül lövi be a szabadrúgását és kiegyenlít. Aszódi ezt nem tudta védeni. A hátralévő 15 percben óriási küzdelem folyt a győzelemért. Sárközi kétszer is próbálkozott, de Tóth Péter jól zárt. A boldogiak is felbátorodtak a végére, Székesi bombáját Aszódi védi ki. Több gól nem esett, így büntetőkkel dőlt el a továbbjutás. A boldogi csapatból Les lövését kivédi Aszódi. Karácsony higgadtan lő a sarokba, 1-0. Nagy Szilárd a léc alá bombáz, 1-1. Szabó Bertold biztosan lő a sarokba, 2-1. Tóth Tamás lövését is védi Aszódi, ezzel már 2 az előny a 60-iaknak. Tóth Máté nem hibázza el, így Horváth Krisztián tarthatja életben a boldogi reményt. Ám a lövés a kapufáról kifelé jön, így ismét büntetőkkel, de tovább jutott az FC 60. Szombaton 17 órakor bajnoki mérkőzésen idegenben Heréd ellen kezdenek. A kupában pedig szerdán 17 órakor Egerben folytathatják a meccseket. Mint a